Igen, a mellfilé most jelen pillanatban majdnem hiány, tehát alig van belőle, tehát nem tudnak annyit termelni, mert hát a felére esett vissza kis sírkének, kicsőr mellett, nem olyan a kihozatala a mellfilé, meg azt mondom, hogy a export, hát mit mondjak, szerintem egy olyan másfélszeres ára most, ami volt régen, amit hoztak be, a mostani friss magyar. A csirkemell filét most kilogrammonként 1200 forintért lehet megvásárolni ebben a húsboltban. Nem csak itt, minden üzletben emelkedtek az árak. Kisebb vagy nagyobb mértékben, de minden csirkerész drágább lett. Hátterébe többnyire az állhat, hogy jóval kevesebb élő csirkét telepítettek az elmúlt időszakban, mint amennyire szükség lenne, és hiány lépett fel a magyar tehát a termelőknél, így a vágóhidak emelt áron tudják megvenni a csirkét. Ez azt jelenti, hogy körülbelül fele annyi csirke van, mint amire igény lenne. A híradónk által megkérdezett húsbolt tulajdonosa azt mondta, körülbelül 50 nap alatt lesz vágás érett a csirke, azaz 2 hónap múlva normalizálódhatnak az árak. A vásárlók azonban most is megveszik az árut, még a 800 forintos csirkezúzát is. Ezt a két nagyobbat viszem fel Pestre, megcsinálom pörköltek a lányoméknak, ez a kicsi meg megmarad nekem. Mit szól az árához? Hát én meg vagyok vele elégedve. Nem drága? Hát egy kicsit drága, de mindent emeltek, őszintén megmondom. Elfogadható. Azért, mert friss a hús, és a minőséget meg kell fizetni. Mit vásárolsz? Én most csak csirkecombot meg farhátat, mert már a többit megvettem, de nagyon szép árujok van, és szeretek ide jönni, mert nagyon kedvesek a eladók, és olyan árut adnak, amit kérek, nem csak odavágják. A karajt is úgy szeretelik, ahogy az elő van írva. Úgyhogy szívesen jövök ide. Mit szól a termékek árához? Hát szeretném, ha kevesebb lenne, na de hát ide figyeljen, minden drága, hát enni kell. Hál' Istennek meg tudom venni. Idén 15-20%-kal nőtt a takarmány növények ára is, ez tovább drágítja a kész húst. Ez még nem most, hanem tavasszal lesz érzékelhető a hűtőpultokban. Hosszú távon igen, tehát hosszú távon ez jelenthet valamennyi csirke áremelést, tehát a vágó élő csirkébe, de jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a betelepített csirke mennyisége okozza ezt az ár felhajtó hatást. A csirkehús árának emelkedése a többi szárnyasnál nem érzékelhető. A pulyka, a liba és a kacsa hús ára nem, vagy csak nagyon minimális mértékben nőtt. Ennek ellenére ezek kevésbé népszerűek a vásárlók körében, a teljes szárnyas hús mennyiség mindössze 10%-át teszik ki.